Jó napot kívánok mindenkinek, szeretném üdvözölni mindenkit, és elsősorban köszönöm a meghívást és a felkérést. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy a saját életemen keresztül, beleértve a sorstársaim életét, megmutassam a jogszabályok fontosságát. Mit jelenthet egy jó jogszabály, vagy több jó jogszabály nekünk, vagy a többi fogyatékossággal élő társunknak. 10 percben próbálom ezt összesűríteni, ezt a hosszú folyamatot. Egyike vagyok. Ja, egyke vagyok a szüleim, amikor megszülettem, akkor tudták meg, hogy siket vagyok, ez hatalmas sok volt számukra. Nem vállaltak még egy gyereket, mert akkoriban fogalmuk sem volt arról, hogy milyen egy siket gyerek nevelése, milyen lehetőségük van egy siket gyermek oktatása szempontjából, vagy bármilyen milyen lehetőség van egy siket gyereknek, fogalmuk nem volt még ekkor erről. Ez az egyik fontos alapom az életemben, hogy a szüleim képesek voltak gyorsan átállni és feldolgozni ezt a hatalmas traumát, és belevágtak abba, hogy elinduljak az úton. Az akkori helyzetben az egyetlen út a speciális iskola volt, a siketek iskolája. Fogalmunk sem volt arról, hogy lehet jelnyelven is kommunikálni a saját siket gyerekükkel. 2-3 éves korok még nem is kommunikáltak velem, ők nem ismerték a jelnyelvet, én tőlük nem tudtam ezt megtanulni. Viszont elkezdtek tanítani olvasni, és ez a másik meghatározó élményem, alapom az olvasás, a könyv végigkíséri az életemet, és emiatt is jutottam el idáig, ahol most tartok, a szüleim és a könyvek segítségével. Akkoriban, még most is erős volt az orvosi szempontú megközelítés általában a fogyatékossággal élőkkel kapcsolatban. Az egy dolog, hogy az orvos megállapítják, hogy neked milyen fogyatékosságod van, de utána is erős az orvosi szempontú megközelítés. Ezért is tettem ki ezt a diát. Mert a sikergyerekeket is úgy tanítják, olyan oktatási módszerekkel, aminek az alapja a hajlás hiányából ered, tehát a hallás fejlesztése, a beszéd fejlesztése koncentrál. Alapjában véve ez érthető is, a társadalomban így könnyebben tudnak integrálódni, szükség van hozzá, elvileg. De a társadalom többsége így gondolja, de mi nem így gondoljuk. Mi úgy gondolkodunk, hogy ez is nagyon fontos persze, plusz a jelnyelven keresztül történő információ átadás és hozzáférés is nagyon fontos. Mi abból indulunk ki, látom, tudom, tapasztalom, hogy a siket gyerekek többsége nem kapja meg a szükséges információt, mert nem a saját anyanyelvükön oktatják őket, hanem idézőjelben idegen nyelven, ami a magyar nyelv. Csak a jelnyelv és a magyar nyelvet, hogyha összehasonlítjuk, van, aki számára a jelnyelv másnak a magyar nyelv az anyanyelv, a siketek számára pedig ez inkább idegen nyelv. Az információ csökkentett átadása miatt nem képesek arra, hogy az oktatás területén további sikereket érjenek el, maximum szakmunkás végzettséget vagy legfeljebb érettségét. Ebben a hallássérültek iskolájába jártam, amit a képen látszódik. Azt szoktam mondani, hogy a siketek oktatásában az a legjobb módszer, hogyha egyénre vannak szabva a módszerek. Ez nem valósítható meg. Hogyha engem nézünk, az akkori módszerek rám kiváló hatással voltak. A többiekre nézve viszont nem. Egri csillagok, talán én voltam az egyetlen az egész siket iskolából, 8 évfolyamból, aki végigolvasta ezt a könyvet. Ezt azért is hangsúlyozom, mert a siketek az olvasást nem értik a magyar nyelvet igazán, nincsenek teljes birtokában a magyar nyelvnek, nem szeretnek olvasni.
ez az a hely, ahova gimnáziumba jártam. Mi úgy hívjuk, hogy Halló gimnázium, ami azt jelenti, hogy többségében évek közé jártam tanulni. Tolmács nélkül a Siketek iskolájában 7-8 fős osztályok voltak. A tanár artikulálva magyarázott, icipici jelnyelvet talán használt ott a gimnáziumban, tolmács nélkül. Az információt talán csak az 5-10%-át értettem meg. A könyvekre tudtam támaszkodni, vagy a pattársam jegyzeteit másoltam le, vagy azt másoltam, ami a táblára le volt írva. De az elhangzó információ az zéró, semmi nem volt. Ennek ellenére megpróbáltam az angol nyelvet is megtanulni, és érettségiztem is belőle írásban. Bécsi Jogi Egyetem a következő. Úgyhogy tolmás nélkül csináltam végig, de az első év elején volt egy tanár, egy professzor úr, aki felajánlotta, hogy valami mutogató segítséget talán hozhatna. És nekem meg leesett az állam, hogy neki jutott eszébe, nem pedig nekem. Annyira természetes volt eddig, hogy nincsen tolmás nélkül oldom meg a problémákat. Örömmel fogadtam volna, de nem volt tolmács szolgálat, nem volt tolmács Magyarországon, inkább magán emberek segítettek tolmácsként, vagy a Siketek és Nagyothalló Országos Szövetségének alkalmazottai. De egységes tolmács szolgáltatási hálózat ez nem volt még. És még egyetemista voltam, amikor elfogadták az első legjelentősebb, vagy jelentős magyar jogszabályt, a fogyatékos személyek jogairól szóló jogairól és esélyegyenlőségű biztosításáról szóló törvényt. Ez már rögzítette a fogyatékos személyek jogait, a kultúrához, szabadidőhöz, oktatáshoz, kommunikációhoz, sporthoz való jogot. Csak a jogot. De az, hogy hogyan lehet ezt végrehajtani, ezt már egy országos fogyatékosügyi program tartalmazta. Elkezdődött a tényleges végrehajtás is. A fogyatékos személyek számára egyenlő esélyi hozzáférés a szolgáltatásokhoz, ezek biztosítva legyenek. A következő nagy jelentőségi jogi csomag, fogalmazhatunk így, 2007-ben fogadta el a Magyar Parlament a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményt, ami szintén rögzíti a különböző jogokat több mint 30 cikkben. A lényeg az, hogy az ENSZ egyezmény, az ENSZ egyezményt Magyarország másodikként ratifikálta a világon. Ezáltal kötelezettséget is vállalt magára a magyar állam. Tovább fejleszti a fogyatékos személyek számára a jogokat, a szolgáltatásokat. Ennek köszönhetően sikerült lobbizni, kiharcolni, kiküzdeni a jelnyelvi törvény elfogadását. 2009. novemberében fogadták el, ebben már volt szerepem, nem mint képviselő, hanem mint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazgatója. Részt vettem ebben a lobby tevékenységben. A jelnyelvi törvényben már rögzítve van a feliratozás, a jelnyelvi oktatás, a tolmás szolgáltatás kérdése, a bilingvális oktatás. Hát ezeket már rögzíti a jelnyelvi törvény. Ezáltal a média törvény is módosult, és ennek köszönhetően évről évre emelkedő óraszámban történik a feliratozás. Ebben az évben már napi 10 órás feliratozást láthatunk a Teletexten keresztül. És már képviselőként lobbizhattam, az alaptörvényben is bekerült a fogyatékosok védelme, a jelnyelv védelme. Tehát ezek a jogi mérföldkövek, ezek juttattak el minket erre a helyzethez. Itt látjuk már a feliratozást, van jelnyelvi tolmácsszolgálat, minden megyében van egy tolmácsszolgálat, Budapesten 3 is. Siketek, Nagyothalló ügyfelek
hozzáférhetnek az információhoz, a mindennapi életünkhöz szükséges segítséget így megkapják, kommunikációs akadálymentesítés jelentés. Plusz az internet elterjedése is, ez nem jogi szabályozáshoz tartozik, hanem ez ugye ez a technikai fejlődés folyamata, ez óriási segítséget jelent számunkra. Picit vicces, ki tudja, hogy ki találta fel a telefont? Bell, igen. Miért találta fel, azt tudja valaki? Segíteni akart a siket feleségének. A felesége édesanyjának, aki siket volt. És láthatóvá akarta tenni a hangot, és feltalálta a telefont, hogy még jobban szétszakította a két közösséget, még nagyobb lett a szakadék köztük, a kommunikáció fejlődött a hallók világába, a siketek viszont lemaradtak ebből. Eltelt 100 év, és itt látjuk, az internet behozta ezt a fajta lemaradást, közelebb hozta a két világot egymáshoz, SMS, e-mail, Skype, videótelefonálás. Tehát az internet az rengeteget segített a hallássérültek számára. Legutóbbi munkahelyem a Sinosz volt, a mostani munkahelyem a Parlament. Azért is tartom fontosnak megemlíteni ezt a kettőt, mert a jogi szabályozás változása előtt hiába próbálkozhattam volna bárhol, nem volt tolmács. Jelnyelvi törvény előtt 3-4 olyan munkahelyen dolgoztam épek között, ahol mindennapi munka viszony során nem volt szükségem tolmásra. Ez most is érvényesül sok sorstársam esetében. De a Sinosz és a Parlament együttműködésének köszönhető, hogy sikerült egy olyan Európai Uniós projektet elérni, ehhez forrást találni, ami által létrehozhattuk az úgynevezett kontakt videótolmács szolgálatot. Ez egy olyan segítség, ami megkönnyíti a siketek életét a mindennapokban is. Elég hozzá egy okostelefon vagy egy tablet. Ha el akarok intézni valamit, akkor fölhívom a központot, a tolmács központot, ott a videóképen látszódik a tolmács, aki felhívja azt a számot, akivel én akartam beszélni, és akkor így ebben a hármasban a tableten keresztül a tolmácsolás segítségével otthonról egy kávé mellett el tudom intézni a dolgokat, telefonos dolgokat. Nem kell bemennem egy ügyfélszolgálatra, oda, hanem simán oda lehet telefonálni. És ezáltal nagyon sok siketnek a munkahelye is nagyon sokat segít ez, egy tárgyalásnál például. Ez volt a múlt, a jelen, és ezután mi várható a jövőben? Az infokommunikációs akadálymentesítés kiszélesítése. Nem csak fizikai rámpára van szükség, hanem bilinguális segítségre is. Fogyatékosok nem csak mozgást sérültek, hanem vakok is, nagyot hallók is, értelmi fogyatékosok, autisták is. Nekik elsősorban információhoz való hozzáférése van szükségük segítséggel. Például a feliratozás, a preírás, vagy most a BKK futár például, biztos látták ezeket a táblákat, nagyban segíti a mi mindennapi életünket. A jelnyelvi törvényben benne van a bilinguális oktatás bevezetése 2017-től. Az a szülő, aki kéri a siket gyereke számára, annak köteles biztosítani az iskola a bilinguális oktatást. Visszakapcsolódunk a családhoz. Említettem, hogy a szüleim nem mertek még egy gyereket vállalni miattam. Én meg a siket párommal három hallássérült gyereket nevelünk, most várjuk a negyediket. Nagy az esélye, hogy ő is hallássérült lesz. Teljesen természetesen kommunikálunk egymással, nincsen probléma. Hangzónyelvet is tanítjuk neki, integrált óvodába járnak. És ők már tolmácsot biztosítunk számára. Tehát számukra már természetes lesz, tolmács segítségével végig tudnak haladni az integrált oktatásban.
megkapják a szükséges infokommunikát, az szükséges információkat minden területen, mi pedig megadjuk a könyvek szeretetét nekik. Köszönöm szépen a figyelmet!